Indul a karaván, hogy érzitek magatokat? Isten, ilyen érzem, életemben nem játszottam gyerekeknek még, ez az első. Szervusztok, pajtikák! Azt mondta a nagymamucikám, hogy szedjem össze a sátorfámat, és induljak el vándorolni, mert már elég nagy legény vagyok. Úgyhogy összepakoltam magamnak ezt a nagy batyut, és elindultam Kisenőbe, Pécskára és Temesvárra. Indul a karaván! Ha! Itt is vagyok! Sziasztok! Hallottátok, pajtikák, azt mondja, hogy ő itten bőrt rágok. Nem azt mondtam, hanem azt mondtam, hogy én itten őrt állok. Ja, minek állsz te itten bőrt? Azért rágok itten be... Azért állok itten őrt, hogy figyeljek rá, hogy senki ne menjen be a malomba. Jaj, de ostomba vagy. Hát a senki, az nem mehet be a majomba, csak is a valaki. Az a valaki meg édes pajtikámnak ki lesz? Hát az ugye én leszek. Nekem azt tetszett a legjobban, volt egy gyöldög lány, és az nagyon szép volt, csak csúnya volt a hangja. Élvezték nagyon a gyerekek, vidám előadás volt. Szükség van ilyenre? Így van, nagyon nagy szükség van, főleg ebben a mai világban. Nagyon jó volt, és a gyerekek nagyon-nagyon élvezték. Köszönjük nagyon szépen az Erdőhegyi Általános Iskola közössége nevében. Én vagyok, meg így is én vagyok! Legyőztem a legnagyobb ellenségemet, ezt a bizonyos vitézlászlót! Azt te csak úgy hiszed? Nagyon is veszik a lapot. Egyébként ugye egy óriási szünet után állhattunk gyerekek elé, mert miért zárt körök, zárt ajtók mögött bemutattuk Szegeden, de még gyerekkel nem találkoztunk, csak az egyik szereplőnek a 4 éves kisfiával. Tehát, hogy tegnap volt Kisjenőn az első ilyen úgymond bemutatónk, hivatalos bemutatónk, és érdekes, hogy minden gyerekközönség másként reagál. Attól függ, hogy hogyan alakul az abban a pillanatban a közös hangulatuk nekik is, és nekem is, hogy milyen az éppen heves vagy nem hevesebb, vagy viccesebb reakcióm. Tegnap például rengeteget kiabáltak be. Ma például egy picit jobban figyeltek a történetre, de mind a kettő önmagában nagyon izgalmas volt, és mi szeretjük játszani nagyon. Igaza van a nagymamucikámnak, hát nem lehet mindig otthon ülni, nem igaz? Na, így van. Úgyhogy aztán én összepakoltam magamnak ezt a kis patyut, ebbe a patyuba belepakoltam 1 kiló nadigrágot, 3 deci sapikát, 2 kiló cipelőst, és elindultam. Na most aztán itt vagyok. Mini, itt van egy csárda. Én éppen szomjatos vagyok. Borzasztó! 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 Baj van! Ebben a malomban nem lehet dolgozni. Tudjátok miért? Mert ellepték a szellemek. Ez egy olyan meghatározó figurája a magyar mesevilágnak, amit szerintem minden gyereknek ismernie kell. És én nagyon köszönöm Tapasztal Ernőnek, az Aradi Kamaraszínház igazgatójának, hogy ezt a lehetőséget nekem megadta, hiszen annak idején, amikor felkért, hogy én legyek Vitéz László, akkor azt hittem, hogy tévesen mondja az információt és a szereposztást. És azt gondolom, hogy ez egy jó lehetőség nekem is ilyet játszani. Szeretem. Mikor feldobták a
ruhákat. És nekem a zsákat. Félix, ide gyere. Elkaptál a zsákból valamit? Igen, kaptam egyet. Csípajtikák, de elfáradtam azt a kutyika fáját. Én úgy elfáradtam, mint egy teherhordó szamár. De nem adom fel, úgyhogy elindulok Kisiratosra, Aradra, Dévára és Kisperegre. Gyertek velem! Nagyon örülünk, hogy helybe tudnak eljönni, úgyhogy nem kell beutazni a városba, Aradra, és nagyon jól éreztük magunkat. Vitéz László elkezdett vándorolni, akkor találkozott a bácsival, és fogadtak arra, hogy kiűzi a malomból az ördögöket, és megröli a búzát, a gabonákat, meg ezt. És hát lecsapta ugye az ördögöket, meg a szellemeket, és megőrölt őket, és megkapta a fizetségét. Volt egy ember, aki piros babot hozott, és szerintem nagyon cuki volt az ember, László. Miket csinált? Hát így ugrált össze-vissza, és nagyon cuki volt szerintem. Meg nagyon tetszettek azok a szellemek, amit kinéztek, azon a falisnyával fejükön. Vicces volt? Igen. Isteni volt a mese. Nekünk viccesnek tűnt az, hogy mindig nem figyeltek oda, amikor az ajtón ki szeretnének menni, és akkor mindig megüssék magukat a fejüknél. Vitéz László nagyon vicces volt, és nagyon élveztem. Mit csinált ő a színpadon? Hát nem... Nem jól ejtette ki a szavakat, de ez nagyon vicces volt, és szerettem. És pénzt keresni? Ajjaj, olyan bolond azért már nem vagyok. Aztán meg miért nem? Tetszik tudni, én olyan sokszor kerestem. És? Csak még sohasem nem találtam. Jaj, de tudtam, hogy te fickó vagy, nem azt mondtam, hogy a földön kell keresni? Hát hol? Fenn a fák tetején. Ott fent. Jaj, de hogy nem a fák tetején, nem a felhők közepén, hanem nap ide figyelj. Csupa föld vagyok, mondom. Látod ott azt az épületet? Látom, hát mi van vele? Menjünk arrébe. Menjünk arrébe. Még. Most jön. Mert az az épület egy elátkozott malom. Mi a faluról jöttünk be ide velük. Élmény volt a trolizás, mert troliba jöttünk be. Vegyes házasságú gyermekek, úgyhogy ők most egy magyar bábszínházat néztek meg. Online is szoktunk nézni az osztályban, de hát így sokkal érdekesebb volt. Ugye az élmény az megmaradó, úgyhogy ők ebből így tanulnak. Ez egy magyar óra is volt nekik. Már akik ugye vegyes házasságban vannak, és nem tudnak olyan jól magyarul. A járványhelyzet miatt a gyerekek már nagyon kiéheztek egy kis korosztályuknak szóló látnivalóra. Nagyon-nagyon fontos az, hogy a gyerekek élő beszédet halljanak, és főleg művészektől hallják a minőségi magyar szót. Ugye köztudott, hogy Bánságban nagyon sok a vegyes házasság, és a vegyes házasságban született gyerekek egy része szerencsére magyar oktatási intézménybe jár. Ez nagyon örvendetes, mert akkor így két nyelvet tanul meg, két kultúrát sajátít el, viszont erősíteni kell bennük az anyanyelvű
gondolkodás képességét, a kommunikáció képességét anyanyelven, és ehhez ezek a ifjúság, illetve báb előadások hozzájárulnak feltétlenül. Úgyni, gyere ide, te csubitkos pofájú, más a többiekhez füdesokban vagytok már. Na akkor most beviszem a második zsákot is. A majomba! Abá! Jaj, de lehet! Hát egy láb. Megmutatod? Ez hogy került el? Bekötötték. Kié volt az? Ki használta? Frici. Mi tetszett neked legjobban az előadásban? Mi volt a legviccesebb? Itt futkározta gerőre hátul a Frici. László. És mit csinált László? Megütötte az ördögnek a fejét. A serpenyőben. És azt mondta mindig a malomra, hogy majom. Pedig az hogy van? Majom. És mit vitt a malomba? Zsákokat. És jöttek az ördög, az a csúf banya. És az a banyának jelent. Valahogy ez a sok online üldögélés egy helyben megviselt bennünket. Nem tudom, tudják-e mi a különbség a veréb és a pacsirta között? Hát mind a kettő ugyanazt a zeneiskolát végzi, de az egyik online módon, úgyhogy kell nekünk az, hogy élőben találkozzunk, együtt legyünk, hogy kacagjunk. A gyerekeink mind magyar iskolába járnak, magyar óvodába, de hát logikus, hogy itt Dél-Erdélybe, Szórványba ritkán fordul meg egy-egy társaság vagy társulat, úgyhogy mi csak tapsolunk, és hogyha bárkinek olyan mondani valója van, akár szólóba, egyedül, vagy akár angróba, egy társulattal, és valami verset, poézist, éneket, dalt akar hozni nekünk, ami akár a mindennapi betevő falatot, a kultúrát is szeretettel fogadjuk. Megyek! Azt látom, mész! Te hova mész? Megyek mángorolni! Jó, mész már! Mit csinálj? Mondom, megyek mángorolni! Mész már! Mit csinálsz te? Be akarom mángorolni a világot! Ja, hogy be akarja mángorolni! Ez a lényege, hogy misszió, és ezért mint a program, de a misszió talán valóban még jobb kifejezés, mert azért elindulni, és ugye nem csak Aradon, és ez a lényeg, játsszák ezt, hanem sokfelé, mindenfelé a környéken, és ez igazán ezt teszi gyönyörűvé, mert olyan helyekre jutnak el, amely helyeken nem nagyon fordul meg színházi előadás, és bizony azokon a helyeken is nagy örömmel várják őket, és miért is ne várnák az amúgy minőségi produkciókat. Csípajtikák, hát ez csuda jó volt. Én bevándoroltam a fél világot, még Böjte Csabával és a gyerekekkel is találkoztam, csodálatos volt. Én most hazamegyek a nagymamucikámhoz, és megeszem mind a 18 kiló szilvás gombócot, de nem fogok sokáig pihenni, mert jövő héten ismét útnak indulok, elmegyek Zánkára, Kisvárdára, Esztergomba és Nagybányára. Sziasztok!